Hargita megyei településeknek utalt ki támogatást a kormány a sürgősségi tartalék alapból támogat kilenc árvis sújtotta Hargita megyei települést a kabinet. Jelentette be Korodi Attila környezetvédelmi miniszter. A Hargita megyébe érkező támogatás összértéke 2 ezer le, és a döntés értelmében Oroszhegyen, Felsősófalván, Gyímes középlokon, 10 tízben Gyergyó Remetén, Csíkszent Imrén, Csíkszent Királyon, Gyergyó és Vaslábon fogják orvosolni az árvíz okozta károkat. A támogatás kapcsán Korodi azt mondta, fontos, hogy gyorsan kijavítsák a megrongálódott útszakaszokat, hidakat, folyómedreket, utcákat, csatornahálózatokat, és ne romoljon tovább az állaguk. Ezért sürgettük, hogy a kormány mi hamarabb elfogadja ezeket az intézkedéseket, és a megfelelő pénzösszegeket különítsék el a Hargita megyei településeknek is, tette hozzá az ügy kapcsán Korodi.